Sziasztok! Ebben a videóban az Androidra elérhető metró szimulátorok közül szedtem össze az öt legjobbat. Jó szórakozást! 5. Subway Simulator Praga Metro Hát elég hosszú neve van ennek a játéknak, na mindegy, igazából magáról a játékról annyit kell elmondani, hogy hát a kezdésnek végül is nem olyan rossz. Nyilván azért még ez egy eléggé fabados játék, például metró szerelvény elindítása abban merül ki, hogy egy kártyát be kell helyeznünk, illetve az ajtó nyitása ugye megvan csinálva, viszont a a belső textúra a metróvagonnak az csak egy ilyen kédés valami, és borzasztóan néz ki. Nyilván ebből adódóan nincs is több kamerállás, egyetlen egy kameraállás van, illetve nyilván a vezetőfülke, és hát igen, a vezetőfülke. És hát elég fapados az egész, a környezet, az alagútban menni egyszerűen unalmas. Van, hogy a sötét alagútba kell percekig menni, és unalmas, mert semmi nincs, unalmasak az állomások. Szóval igazából így utolsó helyre befért, de Hát igazából menjünk is tovább a következőre. Negyedik. Agri Subway Simulator Mobile. Hát igazából ez a játék már egy fokkal jobb, de azért még itt is vannak érdekességek. Kezdve ott igazából már ott jobb, hogy sokkal több metró szerelvényt tudunk választani, illetve több pálya is van elméletben, bár mondjuk nekem csak egy volt felolva, de hogyha sokat játszol fel, akkor lehet feltoldani a többit is. Igazából talán annyi mondható hátrainak, hogy a kezelő gombokozok azok a félképernyőt kitakarják tényleg, és hát ez az elég elvesz az élményből, illetve a vezetői fülke textúrája az nem annyira kidolgozott, viszont itt lukán már van belső tér, animált ajtónyitásokkal, viszont az emberek össze-vissza teleportálgatnak az állomáson, és ilyen, ilyen lemerevedett pozícióba, tehát ilyen lépés pozícióba valahol állnak, aztán elteleportálnak máshova, aztán még egy harmadik helyre, szóval ez valami borzasztó benne, illetve én nem értem, hogy mikor elindul a metró szerelvénye az állomásról, akkor miért kell sípolni, mint valami kisvasútnál. Szóval ezt sem értem, jó, ez mondjuk apróság, de engem azért zavar, azért a realisztikus élménybe ez, ez annyira nem fér bele, szóval, hogy ez összességében egy sokkal-sokkal jobb játék, de azért itt is menjünk inkább tovább. Harmadik. AG Subway Simulator Pro. Hát ez igazából névben és fejlesztőben talán hasonlít az előző játékra, de maga a játék az amit teljesen más szinten van már, sokkal-sokkal fejlettebb játékot kapunk. Már ott kezdődik az egész, hogy a járművet úgy tudjuk kiválasztani, hogy konkrétan ott sétálgathatunk a metrónak a telephelyén, vagy hát nem, nem is tudom, hogy mondják, tehát hogy a, a garázsában sétálgathatunk, és körbejárhatjuk a metró szerelvényeinket, belülről is körbe sétálhatunk, a fülkébe is beülhetünk is, és, és így választhatjuk ki a nekünk megtetsző szerelvényt. Hogyha ezt megtettük, utána a metro elindítása teljesen realisztikus. Mert hogy teljesen ugyanazokat a kapcsolókat kell bekapcsolni, mint a valóságba, vagy hát legalábbis gondolom, mert én még sosem ültem metró vezetőfülkébe, de hogy tényleg nagyon realisztikus az egésznek az elindítása, és Igazából még itt klímát is kapcsolhatsz azoknál a járműveknél, amiknél elérhető. Tehát például a régi elvészerelményben nem lehet, de az újabb, újabbakban már igen. És ez is csodálatos benne. És ilyenkor látod a külső, látod a belső hőmérsékletet, el tudod dönteni, hogy fütcsél vagy hűtsél, és ez tényleg elérhető, ez is benne. Szóval ez is nagyon jó, és mikor elindulunk a metróval, akkor sem kell csalódnunk, ugyanis teljesen szép a, a minden, amit látunk. Maga a környezet, a, a belső vezetőfülkéje a metróknak. Az elején igazából ugye a telephelyen megyünk, aztán bemegyünk egy alagújba, ami talán kicsit unalmasabb, de igazából hamar el is jutunk az első állomáshoz. Itt mondjuk az emberek azok még mindig csak így. Hát itt még nem is teleportálnak be, csak állnak az állomáson, viszont ami elképesztő, hogy ki lehet szállni a metróvagomból, vagy a metrószerelvényből, és körbe lehet sétálni az egészet. Mondjuk az, itt az irányítása az eléggé nehézkes, de ezt láthatjátok is a videón, hogy nekem sem ment annyira de itt tényleg körbe lehet járni a metrószerelvényt, be lehet sétálni a hátsó kocsikba is minden, és ez tényleg valami gyönyörű, és tényleg elképesztő, hogy ezt megcsinálták. Ez az első játék, amit én már tiszta szívvel tudok nektek ajánlani, igazából próbáljátok ki, de nyilvánvalóan azért a jobbak még most jönnek. Második. Subway Simulator 3D. Hát itt, hogyha ránézre a névre, talán azt tűnhet fel, hogy ez ilyen annyira low név. Tehát a legbénebb játékok szoktak ilyen nevet kapni, de itt szó sincs erről, ugyanis gyakorlatilag a legjobb játékot megkapjuk, vagy hát a második legjobbat, de igazából itt már majdhogy nem holt versenyről beszélhetünk, és tényleg ez a játék valami elképesztően jó. Tehát már az elinduláskor is észreveheted, hogy annyira kidolgozott a pálya, a jármű maga, és tényleg gyönyörű az egész, rengeteg izgalmas kameraállás van. Tényleg rengeteg kameraállás van, én ennyi kameraállás semmilyen más játékban nem láttam nem hogy metro szimulátorban, nem hogy Android szimulátorban, se, semmilyen más szimulátorban nem láttam, mint ennyiféle kameraállás. Tényleg, rengeteg van. És mikor elindulsz, akkor is valami teljesen jól élmény az egészet vezérelni. Igazából változtathatsz az irányításon, hogy ezt a plusz-minusz két gombos izét akarod használni, és akkor ilyen sebességfokozatok 0 plusz 1 plusz 2, vagy pedig egy ilyen csúszkát akarsz gyakorlatilag, ami a mellett kar akar gondolom én lenni és hogyha beérsz az állomásra, akkor is láthatod, hogy, hogy itt már vannak emberek, és vannak gyerekek is, ami mondjuk elég érdekes, tehát a gyerek az úgy néz ki, hogy igazából a felnőtt embernek a modájét lekicsinítették úgy kb. felére, szóval elég érdekesen néznek ki a gyerekek, de igazából legalább vannak, és tényleg itt, itt vannak az állomásban emberek, normálisan beszállnak, és van több metró is, akik, ami így megy a, a rendszerbe, és nem csak úgy, hogy így random jönnek, hanem látsz fent egy térképet, ahogy hol járnak. És hogyha mit tudom, mint te nem állsz meg a lámpáknál, nem állsz meg az állomáson, akkor konkrétan utol tudod érni az előtted lévő metrót. De is folyamatosan jönnek a metrók. És tényleg nagyon realisztikusan megvan ez az egész csinálva. Szóval én ezt tiszta szívvel tudom ajánlani, tényleg. Én azt mondom, hogy töltsétek le és próbáljátok ki De igazából már közben videón úgy is láthatjátok, hogy mennyire jó, szóval... Szóval szerintem elhiszitek nekem. Első. HMM sim. Jó, ez találni egy kicsit csalásnak is tűnhet, ugyanis a villamos szimulátoroknál is ezt kapta meg az első helyet, de hát, hogyha egyszer ez a legjobb, akkor én nem tudok úgy csinálni. Illetve az a játék amúgy is inkább metró szimulátor, mint villamos szimulátor, mármint hogy eredetileg annak indult, csak ugye mindenféle pályát csináltak hozzá, és lehet, hogyha egyszer lesz vonat szimulátor, ott is ezt fog nyerni, és én erről nem tehetek, tehát hogy ez a legjobb, ez a legjobb igazából. Van két alap beépített pályánk, megkapunk, legalábbis ha vagy a 3M Sim 2-es verziónál azt kettőt kapunk, a simánál az egyesnél ott csak, ott csak egyet, de én mindenképp a kettest ajánlom, mert csak ott van külső nézet, meg ilyenek, szóval mindenképpen a kettest szedjétek le, nem drága, amúgy, de nyilván, hogyha nem akartok fizetni, vannak más megoldások is, ebbe most nem megyünk bele, lényeg az, hogy meg a játék az rendkívül jó, az alappályák az alaponatokkal is szép meg vannak csinálva, és ezeknél elérhető az ajtónyitás, és igazából többi pályánál nem, ugyanis azért mondom, hogy többi pálya, mert ez gyakorlatilag az androidos OpenBV-e. Tehát az OpenBV-e pályákat tud ide berakni, igaz, konvertálni kell, de van egy ilyen nagyon egyszerű konvertáló alkalmazás, igazából beteszed oda OpenBV-es pályát és járművet, és ebből csinál egy darab fajt. Ugyanis ebben a játékban úgy működik, hogy a pálya és a vonat az együtt van, tehát nem tudsz olyat, hogy mit tudom én a villamos pályán mész a metróval, és hát tudsz, hogyha a konvertálóba úgy állítod be, de hogy itt ez a vonat és a pálya az egymáshoz van rendelve, és sajnos itt nem elérhető a külső fejlesztőktől származó pályákon a, az ajtónyitás, ez egy szomorú dolog, viszont a gyári pályákon jönnek szembe AI vonatok, ez a külső fejlesztőktől származó pályákon szintén nem elérhető, de igazából ettől függetlenül minden elérhető, tehát a, a sebességkorlátozások, a hangbemondások ugyanúgy fognak működni a konvertálás után is, annyi, hogy az animált dolgok azok nem fognak működni, mert azt nem lehet HMM színben megcsinálni, a HMM szín az nem kezel animált dolgokat, ugye az ajtókat is ezért nem kezeli, de ezen kívül igazából tényleg minden tud, és hát rengeteg pálya elérhető rá, magyar, külföldi, bármi, metró, villamos, ugye, amit az előző videóban mutattam, de vonatpályák is elérhetőek, de igazából a metróból érhető el a legtöbb. Én mindenképpen ajánlom, hát természetesen a budapesti pályákat, illetve a new yorki pályákat is itt ajánlom. Majd pár linket lehet, hogy leteszek a leírásban, nem biztos, de lehet, hogy leteszek egy-kettőt. És tényleg igazából még mindenféle városból van, de most úgy ezeket emeltem ki. És ebbe a játékban az a legjobb, hogy igazából végtelen számú pályát le tudsz tölteni, és keresel az interneten, és találsz, és találsz, és találsz. Nagyon sok amúgy már alapú HMM sim verzióban van fent a interneten, de mondom, te is tudsz konvertálóval konvertálni, úgyhogy igazából ez nem egy bonyolult dolog, szóval igazából ezt a játékot tiszta szívből ajánlom, tudom az előző kettőről is ezt mondom, de hát, vagy ezt mondtam, de hát ez van. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, hogyha tetszett, akkor azt jelezd egy like formájában, illetve iratkozz fel a csatornámra annak érdekében, hogy a többi videómról sem maradjál le. Tudom, hogy már egy ideje megint nem volt videó, sajnos én is elfoglalt vagyok, de higgyétek el, ahogy tudom, én csinálom a videókat. Szóval legközebb találkozunk, addig is, sziasztok!